Hogy mit jelent számomra március 15? Március 15-e a Nemzeti Szabadság ünnepe, és itt minden szónak jelentősége van. Szüleimtől sokat hallottam azokról a rendszerváltás előtti megemlékezésekről, amelyek nem voltak méltóak március 15-éhez. Például, amikor a szovjetek által megszállt Magyarországon ünnepeltük a szabadság és függetlenség nemzeti ünnepét. Vagy a 70-es, 80-as években, amikor már rendőri atrocitásoktól is lehetett hallani. Nem, számomra ez semmiképp nem az igazi március 15-e. Számomra március 15 a békés megemlékezést, a méltó ünneplést jelenti, a nemzeti szabadság ünnepét, amiről a sajnálatos járványügyi helyzet miatt hétfőn, itt a Facebook oldalamon, illetve Herceghalom hivatalos honlapján tudunk megemlékezni.